Köszöntök mindenkit, Ragány Zoltán vagyok, ügyvéd. A következőkben néhány kérdésre próbálok majd megválaszolni, és remélem, hogy ezek a válaszok nem csak közérdeklődésre számottartóak lesznek, hanem valamiféle olyan tartalmat is hordoznak, amiért érdemes ezt a videót megnézni. Az első kérdés, hogy melyik elterjedt sztereotípia igaz az ügyvédekre? Ugye a sztereotípia az önmagában mindig hordoz magában egyfajta negatív tartalmat, mint egy kvázi általánosítást, és hogy elterjedt sztereotípia, ami az ügyvédekre igaz lehet, azt gondolom, hogy ez talán mindenképpen igaz általános vélekedés az ügyvédekkel kapcsolatban, hogy sokat tanulnak azért, hogy ügyvédek legyenek, hiszen önmagában nem csak a jogi egyetemet kell elvégezniük, hanem utána a szakvizsgához rendelt idő alatt is nagyon sokat kell tanulni, aztán a szakvizsgát végigcsinálni pedig az egy kifejezetten megterhelő és szellemileg rendkívül leamortizáló feladat. A következő kérdés az ennek a kérdésnek az ellenoldala, hogy melyek azok a sztereotípiák, amelyek kifejezetten hamisak az ügyvédekre. Sokan gondolják azt, hogy az ügyvédek azok valamiféle hivatalos, vagy hivatásos, ez így pontosabb, hivatásos bűnpártolók, hivatásos hazudozók, gyakran lehet ilyeneket hallani, és ebben az értelemben azt gondolom, hogy a sztereotípia kifejezéssel akár azonosulhatok is. Nos, én határozottan úgy gondolom, hogy az ügyvédek azt a törvényes feladatot látják el, amely minden jogállamban egy szükségképpeni olyan feladat, amire mindenkinek szüksége van és szüksége lehet, és nyilván minden olyan esetben, amikor szükségessé válik számára, hogy ügyvédnek a közreműködését kérje, akkor egészen másképpen tekint az ügyvédre, mint azt megelőzően. Elég, ha kiemelem azt a legfontosabb, az egyik legfontosabb ügyvédetikai szabályt, hogy az ügyvéd minden esetben kötve van az ügyfelének a tényállításához, tehát nem én mondom azt, amit mondok, hanem az ügyfelemnek az állítását kell, hogy képviseljem. Szóval az ügyvéd nem hivatásos bűnpártoló, hanem egy a jogállamban rendkívül fontos feladatot ellátó személy, akinek az igazságszolgáltatás törvényes működésével összefüggésben megkerülhetetlen és nélkülözhetetlen feladatai vannak. Hát ez eléggé személyes kérdés, hogy én hogyan menedzselem az időmet, és vannak-e erre bevált technikáim. Hát ha az technika, hogy a különböző technikai kütyüknek a naptár funkciójába az ember kékkel, zölddel, sárgával, pirossal és különböző színekkel megpróbálja elhatárolni egymástól az egyes feladatoknak a típusát, akkor ez egy technikám, és az időmmel való menedzselés az egyik leggyengébb pontom, ha szabad ezt így mondani, de azt gondolom, hogy ez sajnos sok ügyvéd kollégára is igaz. Bárki beperelhet-e bárkit? Most szívesen megkérdezném a kérdést feltevőt, hogy mit ért ez alatt a kérdés alatt. Ugye perbeli jog és cselekvőképesség vizsgálata az, ami ezt a kérdést eldönti. És csak, hogy nagyon rövid legyek és nagyon közérthető, nyilvánvalóan, ha valakinek a polgári jog szabályai szerint a cselekvőképessége bármilyen módon korlátozott, vagy adott esetben cselekvőképtelen, akkor annak a perindításban is ezek a képességei meg fognak jelenni. Tehát egy felnőtt cselekvőképességében semmilyen módon nem korlátozott személy beperelhet bárkit, és természetesen a jogait ilyen módon érvényesítheti. Az állatoknak is vannak jogaik? Kérdezi tőlem a kérdező, és én itt most megint visszakérdeznék, hogy mire gondol és milyen jogaiknak az állatoknak. Nyilván van ennek a kérdésnek egyfajta büntetőjogi vetülete, és én alapvetően büntetőjogászként mindent ezen jogág szemüvegén és értelmezési rendszerén keresztül értelmezek. Az állatoknak a jogait a magyar jogszabályok legalábbis úgy, mint az emberi jogokat nyilvánvalóan nem szabályozzák, viszont bizonyos állatoknak az életét és a testi épségét óvja a jogalkotó abból a szempontból, hogy beiktatta például a büntető törvénykönyvbe az állatkínzás törvényi tényállását, de nagyon-nagyon lényeges, hogy ez csak a gerinces állatokra vonatkozik, és ott is egy indokolatlan bánásmód és bántalmazás, ami a pusztulást vagy maradandó egészség károsodását okozza az állatnak, minősül bűncselekménynek. Vannak szabályok a vadászatra, vannak szabályok a halászatra, és folytathatnám ezt a sort. Tehát ha valaki ezeket a szabályokat betartja, akkor az állat elpusztításával sem fog jogszabályok ellen véteni. Hogy egy válás esetén kihez kerül a gyerek. A gyermekkel kapcsolatos szülői felügyeleti jog gyakorlása az egyik legfontosabb kérdés minden olyan esetben, ha akár házasság, akár élettársi kapcsolat megszűnését követően a felek közös gyermekkel bíró felek
útjai külön válnak, még abban az esetben is az egyik legfontosabb kérdés ez, ha a felek egyébként mindenben megegyeznek, és egy úgynevezett egyességes válással szakítják meg a kapcsolatukat. A törvény azt mondja, hogy főszabály szerint erről a szülőknek kell megegyezni, ha erről a szülők nem tudnak megegyezni, akkor természetesen erről a bíróság fog majd dönteni a gyermek érdekeire tekintettel. Egyébként pedig a szülőknek is, akkor, amikor a szülői felügyeleti jognak a gyakorlását irányadónak tekintik, a gyermeknek a testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének a biztosítása az az egyik ezek a legfontosabb szempontok, amelyeket figyelembe kell venni, és nyilván a problémás esetek mindig akkor vannak, amikor adott esetben mind a két szülő megfelelően tudja ezeket az elvárt feltételeket teljesíteni, és hogy úgy mondjam, mind a két szülőnél egyformán is megfelelő módon jó kezekben van a gyermek, hiszen a szélsőséges példákkal sohasem kell foglalkozni. De azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy sztereotípia a gyermek elhelyezésekkel kapcsolatban, hogy úgyis az anyánál helyezik el. A nagy számok valóban ezt mutatják, ugyanakkor egyértelműen tetten érhető az a tendencia is, hogy ez már nem szükségképpen van így, tehát ha egy apa képes bizonyítani azt, hogy ő is képes biztosítani a gyermek számára minden olyan körülményt, amit az anya biztosíthat, és adott esetben a gyermek ki is tudja fejezni már azt az igényét, hogy ő az apjánál szívesebben lenne, akkor egyre több olyan döntés olvasható, ahol igenis az apáknak is lehetőségük van arra, hogy egy ilyen jellegű kérdésben őket válasszák ki, és őket önálluk helyezzék el a gyermeket. Filmek lekalózkodása bűncselekménynek számít-e? Ez egy nagyon összetett kérdés, ugye ha csak azt vesszük figyelembe, hogy valaki letölt egy filmet, vagy a letöltésre alkalmassá teszi, és ez miatt megteremti ennek a technikai feltételét, akkor ezt a büntető törvénykönyv kifejezetten nem bűncselekménynek minősíti ezt a fajta magatartást. Abban az esetben, ha ez a tevékenység, ez a magatartás jövedelemszerző tevékenységet még közvetve sem szolgál. Mert a főszabály az, hogy bárkinek a szerzői jogát vagyoni hátrány okozásával megsérteni bűncselekménynek minősül, azzal a kiegészítéssel, hogy a ilyen bűncselekményeknél az értékhatár, a vagyoni hátrány értékhatára az 100.001 forinttól kezdődik, tehát minden, ami 100.001 forint alatt marad, az szabálysértésnek minősül, azzal a kivétel szabállyal, amit mondtam, hogy ha a jövedelemszerzést közvetve sem szolgálja a technikai biztosítása annak, hogy feltölti meg letölti, ebben az esetben ez nem minősül bűncselekménynek. Mit jelent az, hogy valaki ellopja valaki más személy azonosságát? Én megint csak büntetőjogászként ezt alapvetően egy büntetőjogi aspektusból közelítem meg. Tehát a személy azonosságot ellopni azt gondolom, hogy nem lehet. Használni lehet másnak a személy azonosságát, vagy más okmányaiban lévő adatokkal kapcsolatban lehet visszaéléseket elkövetni, amelyek különböző bűncselekményeket valósíthatnak meg, a hamis vádtól, az okirattal, közokirattal kapcsolatos bűncselekményeken keresztül, akár még költségvetési csalás körében is kereshetünk erre válaszokat, de hangsúlyozva azt, hogy kizárólag itt az adatoknak az ellopásáról beszélünk, hiszen a személy azonosságot azt nem lehet ellopni, az egy egyszerű és megismételhetetlen, legalábbis az én véleményem szerint. Mi a legkínosabb sztori, amit karriered során megéltél? A kínos történeteket igyekszem elfelejteni, azonban van egy, amit azért nem is tudok elfelejteni, mert elég kellemetlen volt, másrészt elég sokszor meséltem már ahhoz, hogy újra és újra előjöjjön. Fővárosi törvényszéken vagyunk, korrupciós bűncselekmény a vádtárgya, hivatalos személy irányába megvalósuló korrupciós bűncselekmény, ahol elég nagy nevű, általam nagyon nagyra tartott védő kollégák ültek már a védői padokban, ahol én néhány, egy-két percet késtem, így később került sor az én személy azonosságomnak az ellenőrzésére a bíróság által, és abban az időben egy ilyen szétnyitható irattárcában voltak az igazolványaim, és a szétnyitható igazolvány közepébe helyeztem el az éppen nálam levő készpénzt.
És ahogy elővettem ezt a tárcát, hogy az ügyvéd igazolványomat bemutassam, ebből az igazolványból az ott lévő pénzek, hát voltak benne 10 000-esek, meg 20 000-esek, azok így kiborultak a bírónak az asztalára. Akkor nem tudtam eldönteni, később kiderült, hogy ezt a bíró viccnek szánta, de ott ez nagyon kínos volt, ezért is volt kínos, mert a bíró ezt így közölte, hogy akkor a eljáró tanácselnök rögzíti, hogy a negyedrendű vádlott védőjének tárcájából 10 000 és 20 000-esek esnek a bírói pulpitusra. Tényleg majd elsüllyedtem szégyenembe, de aztán utána mondta, hogy természetesen ő ezt nem gondolta komolyan, hogy ezt jegyzőkönyvbe kellene rögzíteni, hiszen ő is észlelte, hogy ezzel én semmiféle befolyást nem akartam az ő irányába tenni. Kínos volt. 2019-ben Puzsér Róberttel vitáztál Szegeden, milyen következtetéseket vontál le a beszélgetés után? Hát azok a következtetések, amiket levontam, azok nem Puzsér Róbert személyéhez kapcsolódtak, hanem elsősorban a saját magam, nevezzük így, teljesítményéhez, miután a rendelkezés álló felvételeket mondjuk így kielemeztem, és nyilván levontam azokat a következtetéseket, hogy adott esetben hol hibáztam, hol követtem el olyan magatartást, amit egy hasonló esetben a jövőben nem szabad elkövetni. Tehát ezek voltak a következtetések magamra nézve, egyébként pedig Puzsér Róberttel rendkívül ez egy nagyon jó élmény volt, rendkívül impulzív személyiség, nyilván rendkívül sokat is készültem éppen emiatt arra, hogy megfelelő vitapartnere lehessek. Az volt az általános hozzám visszaérkező visszajelzés, hogy ez sikerült is. Úgyhogy ennek örülök. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, és ide van írva, hogy ha van még kérdéseitek a témában, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben. Ezt én még komoly arccal így elmondtam, aztán csak azért, hogy egy picit lazábbra is vegyük a figurát, ilyenkor minden videó végén szoktak így mutogatni meg mindenféle irányba, hogy mit kell beixelni és belájkolni és befeliratkozni. Úgyhogy ha ilyen van, akkor természetesen én is arra bíztatlak benneteket, hogy iratkozzatok fel, lájkoljatok és kövessetek bennünket. Sziasztok!